Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. Zuglóban az egyik legsúlyosabb probléma az illegális hulladéklerakás, ami tovább súlyosbítanak a zavaros tulajdoni viszonyok. Ugye vegyesen találhatóak meg fővárosi, állam, illetve önkormányzati kezelésű területek a kerületben. Ezáltal ugye sok bába között gyakran elvész a gyerek, hogy az illetékesek egymásra mutogatnak, a szemét pedig ott marad, illetve hát a folyamat végén általában az önkormányzat az, aki saját költségén végül ugye a lakosság nyomására elszállítja ezt a szemetet. Ugye zuglóiként én is nap mint nap találkozom ezzel a problémával. Ugye ez a terület is, ahol állunk, ez is például MÁV terület. Ugye a helyiek rengetegszer jelzik a cég felé, rengeteg bejelentés érkezik hozzájuk, ugye, hogy a különböző szeméthegyekről hogy cselekedjenek, de ez a lakossági beszámolók alapján bosszantóan sokszor marad visszhang nélkül, eredmény nélkül. Én is zuglóiként ugye nap mint nap találkozom ezzel a problémával, és úgy gondolom, hogy ez a város belsejétől, a város szívétől két kőhajításnyira ez megengedhetetlen. Zugló ennél többet érdemel. Ezért április 23-a után már egy zuglóért tenni akaró baloldali frakció tagjaként mindent el fogok követni azért, hogy az itt élők megtisztult, tisztább környezetben élhessék a mindennapjaikat, illetve javasolni fogom, hogy az önkormányzat minden lehetőségét latba vetve rászorítsuk az illetékeseket arra, hogy ezt cselekedjenek az itt élők érdekében. Illetve hogy gátat szabjunk a további illegális szemétlerakások gyakorlatának. És pedig átadnám a szót politikus társaimnak. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok! Abszolút egyet tudok érteni Bicskei Bence képviselőjelölt úrral. Sok bába közt elvész a gyerek, de nem csak ebben az egy, az illegális szemétlerakás, illetve a hulladék kérdésben a fővárosban, hanem minden másban. Én egy naív ember vagyok, azt hittem, hogy amikor 2010-ben mindenhol Fidesz lett, magyarul ők adták a többséget a kormányban kétharmaddal, főpolgármester fideszes lett, illetve a kerületek döntő többségében fideszes polgármester és fideszes többségű testület jött létre. Azt hittem, hogy ez a bizonyos szétszabdaltság, amiről itt Bence az előbb beszélt, ez majd megváltozik. Megérti végre a Fidesz, hogy Budapest az nem 23 kis királyság, vagy 23 szemétdomb, mert ugye lassacskán már úgy nézünk ki, hogy minden kerületben ugyanezt el lehetne mondani, amit most itt Bicskei Bence az előbb elmondott. Tehát nem 23 szemétdomb, hanem egy egységes város, egy főváros, egy világváros. Nem lehet úgy rendet tartani egyetlen egy kerületben sem, hogyha a fővárosi önkormányzat, a főváros köztisztasági cége nem tudja megtenni és nem tudja elvégezni a feladatát. Ezt a feladatot egyre nehezebben látja el a közterület fenntartó vállalat, mert hogy az országos Fidesz, a nagy Fidesz kormányzati döntésekkel, törvénnyel úgy módosította a hulladéktörvényt, hogy ma már a budapestiek szemétdíját nem a fővárosban kell és lehet elkölteni, hanem ezt elviszik innét a városból. Ez a nemzeti nagy kuka holding beszedi a fővárosiaktól a pénzt, és aztán utána jóval kevesebbet fordít vissza és ad vissza a fővárosnak azért, hogy a város tisztán tarthassuk. Ha Bence megnyeri április 23-án az zuglói választást, akkor nekem lesz egy nagy erős segítőm abban, hogy a fővárosi önkormányzatban, illetve a kerületi önkormányzatban, Zuglóban elérjük azt, hogy az ilyen mocskos, szemetes, hulladékos területeket meg lehessen tisztítani. Ehhez viszont az kell, hogy a Fidesz ne vigye el a pénzt Budapesttől, ne vigye el Zuglótól, ne lopja el, hanem hagyja végre a fővárosnál, hagyja Zuglónál, hogy tisztába és rendbe tegyük ezt a várost. Köszönöm szépen! Amit itt látunk, ez nem csak zuglói probléma, az, hogy ezt a jelzést kaptuk, és fontos, hogy ezzel mindenki tisztában legyen, én azt gondolom, ez Bencének egy jó feladat lesz majd itt kerületi szinten, de azért azt el kell mondjam, hogy a MÁV Magyarország legnagyobb vállalata, és neki alapvetően az is lenne a dolga, hogy a saját illetékességi területén megfelelő környezeti állapotokat teremtsen. Ugye nagyon nehéz lenne elvárni az átlag polgártól például akár a szemét normális kezelését, vagy például magának a környezetnek a rendbe tartását, hogyha mondjuk a legnagyobb állami vállalat erre nem képes. Ugyanis itt nem csak a szemét a probléma, és a MÁV környezetében nem csak a szemét a probléma, hanem komoly probléma, például a parlagfű, ami nyilván egy ilyen területnek, a területen a leginkább megtermő és legnagyobb, szinte még a szemétnél is talán nagyobb problémát okozó jelenség. Ezt egy módon lehet kezelni, hogy van egy illetékes minisztérium, a Földművelési Minisztérium, amihez most jelenleg a környezetvédelem is tartozik, akivel az aktuális állami vállalatnak, és most ezt mondhatnám én persze a közútkezelőtől kezdve sok mindenre, de a legnagyobb probléma a MÁV környezetében van, szerintem ez azt gondolom, hogy itt, ha valaki körülnéz, ezt láthatja.
és csinálnak egy olyan országos projektet, amiben ennek a hulladéknak a megfelelő kezelése és hasznosítása a terület kitakarítása után megoldható. Ugyanis ez látszólag szemét, látszólag zöld hulladék, látszólag egy rendezetlen állapot, itt nyilván a bokros cserjés zöld burjánzó zöld közeg, de ez egy jó hasznosítható anyag is lenne, és én úgy gondolom, hogy miután itt óriási vállalatról van szó, egy ilyen üzletága is akár lehetne, amivel besegíthetne itt az ilyen területeknek a tisztán tartásába, meg rendezésébe. És hát egyúttal fel is hívnám a vezérigazgató asszony figyelmét, aki ugye, ha jól tudom, egy hete jelent meg, hogy Magyarország legbefolyásosabb hölgy közszereplője, hogy hát időnként ide is kijöhetne és körülnézhetne. Ott a saját irodájuk, amit úgy bérelnek, környezete az nyilván rendben van, de hát azért nem csak a köszönő oldalnak kell rendben lenni, hanem azt gondolom a teljes oldalnak. Hát valamikor régen a falusi házakat is úgy minősítették, hogy kinek milyen a portája az olyan ember, hát akkor itt most elég negatív, lesújtó véleményünk lehet erről az óriás vállalatról. Tehát én azt gondolom, hogy ebben van komoly feladatunk. Nyilván a parlamentben ezzel kapcsolatban lesznek is majd kezdeményezéseink a Csabával, hogy ez most egy jó projekt, induló projekt lehetőség, hogy mutassák meg, hogy itt mondjuk hogyan tudnak egy normális környezeti állapotot teremteni. Az meg már utána persze a kerületnek meg a lakosságnak a feladata, hogy erre vigyázzanak és valamilyen módon próbálják is, hogyha már van egy normális állapot, csak általában ugye az emberek a szemet azonra viszik, ahol már van. És ezért nem kell senkit elítélni, mert ez egy abszolút magyar szokás, sajnos egy nagyon rossz szokás. De ha egyszer tényleg véglegesen rendet raknának, és itt a pályatestek környezetében nem ez az állapot lenne, akkor talán az emberek se gondolnák arra, hogy itt minden szabad.